A Szentannai Sámuel református középiskola diákjai harmadik helyezést értek el egy országos versenyen. Erről kérdeztük a csapat felkészítőjét, Szepesvári Csaba szaktanárt. Az akkori tizedikes diákok az Agrárminisztérium által szervezett vizes versenyen vettek részt, mely elméleti és gyakorlati részből állt. A verseny célja az volt, hogy a diákok megismerjék a környéken élő vizek élővilágát, másrészt valós kutató munkát végezzenek. A vizek minőségét mérték fel egy helyi vízfolyásnál országszerte. A diákjaim egy bízel vízminőség vizsgálattal kapcsolatos az Agrárminisztérium által szervezett versenyen vettek részt tavaly, amely több fordulóból állt. Ennek a célja az, hogy egyrészt a diákok megismerjék a környéken élő vizeknek az élővilágát, másrészt viszont ez valós kutató munkát jelent, mert hogy a vizek minőségét mérik fel egy-egy helyi vízfolyásnál országszerte, ez kb. 140 iskola vett részt ezen a versenyen. Az eredményeiket pedig a nagy közönség számára is elérhetővé kell tenniük, poszter, videó formájában. A tavalyi évnek a témája az a biológiai sokféleség volt, úgyhogy nem csak a vizek világát, hanem az a körüli dolgokat is vizsgálták. A csapat tagjai, hát ugye tavaly ők tizedik osztályos tanulók voltak, a tizedik A-nak a környezetvédősei közül Tóth Szilvia és Simon Enikő, továbbá a tizedik dések voltak akkor, Kun Zsófia és Víg Csenge vett részt ebben. A 140 iskola indulói eredményeiket a nagy közönség számára poszteren vagy videó formájában közzétették. A tavalyi év témája a biológiai sokféleség volt. Nem csak a vizek világát, hanem a körülötte lévő dolgokat is vizsgálták a diákok. Az elmélet mellett a karcagiak a kutatást a Hortobágy-Berettyón az Águta híd környékén végezték és bekapcsolódtak Debrecenben a Tisza Kutatóintézet munkájába is. Ez több fordulóból áll. Egyrészt van egy elméleti, ahol feladatlapot kell kitölteniük, és ugye erre kapnak pontokat. Ezen kívül pedig el kell végezniük ezt a bizonyos kutatást, ezt egy szabvány szerint kell elvégezni, így összehasonlíthatóvá válnak az országban a különböző vizek állapotai. Ők egyébként a Hortobágy-Berettyónak ezt az Águta híd környéki szakaszát vizsgálják. Ezen kívül pedig akkor arra kapnak még pontot, hogy milyen videót készítettek ezzel kapcsolatban, kutatóintézetek munkájába kell bekapcsolni. Ez Debrecenben a Tisza Kutatóintézetben mentek el a diákok, és ott segítettek nekik szakemberek. Továbbá egy kis előadást kell készíteni nekik, amelyet elő kell adni. Hát ez tavaly már pont a járvány időszakára esett, de ügyesen megoldották és beküldték, így otthonról dolgozva ezt a kis előadást, ezt külön el is ismerte még a zsűri. A kis előadást már távoktatás idején otthonról oldották meg, és küldték be a csapattagjai. Tóth Szilvia, Simon Enikő, Kun Zsófia és Víg Csenge. Az országos harmadik helyezésért a jutalmakat a Mezőgazdasági Múzeumban vették át. Tóth Szilviának a verseny nagyon sok élményt adott. Sok információval gazdagodott és tapasztalatot gyűjtött. Egy speciális hálóval a víznek az iszapját egy kicsit felkavartam, hogy megmozgósítsuk az élőlényeket, és utána pedig az élőlényeket egy kis tálkába kiszedtük és megvizsgáltuk őket. A kutatások közben átadta a többieknek tapasztalatait, magabiztosabb lett és önbizalmat adott neki a verseny. Szerencsém volt ahhoz, hogy a biológia tanárom Szepesvári Csaba felkért engem és csapattársaimat erre a versenyre. Nagyon sok élményt adott, és nagyon örültem, hogy részt vettem ebben a versenyben, mert nagyon sok információval gazdagodtam, és sok tapasztalatot tudtam gyűjteni. Víg Csenge is szívesen vett részt a kutatásban. A vízvizsgálata sok munkát adott neki. Nézte a víz szennyezettségét és az élőlényeket is. Találtak vízi skorpiót, szitakötő lárvát. Visszük a speciális hálókat, amivel felkavartuk ugye a vizet, vagy hát a talajba a vizet. És viszünk még ugye vödröket, meg hát amiben így át tudjuk így mosni amiket kiszedtünk mintákat a vízből. Néztük a vízszennyezettségét, hogy milyen élőlények élnek benne ugye a víz körüli
hát növényeket. Szerintem elég jó helyzetben voltunk, meg úgymond helyezettek is jó helyezettek lettünk. Annyi nehézségünk volt, hogy ugye a többi csapatnak közelebb van a, vagy hát hozzájuk közelebb vannak ilyen folyóvizek, nekünk meg ugye el kellett menni az Ágotahídhoz. A kutatás alatt a víz összetétele, szennyezettsége nem változott.